Mert anyukám már meghalt, szegény Isten nyugosztalja. Volt egy kis mise, akkor éppen a Covid volt, tehát minden, elég bonyolult volt ez a dolog, és akkor a fiam hozta a zenéket, és akkor ott megszólalt az Olcsin Csornája, Olcsin Krásznája. Ezt abba hagytam, mert ez mindig a fene egye meg. És akkor onnan indultunk haza. De nem haza, hanem a Dunapartra. Nem volt nálunk kés, se olló, ziherejsztűvel téptük fel, és Kati mondta, hogy nagy, ne csináld! Mert ugye fújt a szél, de nagyon, nagyon szeretetteljes, gyönyörű, és mégis groteszk helyzet volt. Én ültem a kocsiba így, a lányom küzdködött az elemekkel, és így tudta akkor ezt ő megoldani. Úgyhogy anyu, lehet, hogy már eljutott a fekete tengerig. A Három Igazság mai vendége Bánsági Ildikó, üdvözlünk szeretettel. Köszöntünk nagy szeretettel. Tomi jön a szabályokkal. Témakörökkel készültünk, hárommal. Ezekben a borítékokban vannak ezek a témakörök, ennek mentén fogunk beszélgetni. Persze elkalandozunk jobbra-balra, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd, jó? De annyira nem kalandozunk el, hogy nagyjából 7 percig igyekezzünk válaszolni rá, de lehet kicsit több. És aztán van a te igazságod, de ez majd a végén. Melyik szín? Most megleptetek, én a zöldet kérem először, jó? Hát jó. Ha egyszer tavasz lesz, hát jó lenne, ezt a telet, igen, sem. A zöld borítékban Laci témaköre kérdése van. Na nézzük. Tessék. Mi az igazság? Meglepne, ha azt mondanám, hogy az édesanyád volt az orosz tanárom? Nem. Nem? Tudtad? Nem. Nem tudtam, de újabban, én bármerre megyek, ez egészen csodálatos, mert anyukám már meghalt, szegény Isten nyugosztalja, de még most is azzal, hogy megyek valahova, és azt mondják, hogy jaj, Natasa néni volt az én tanárnő. Már most már egy kicsit nem olyan kicsik jönnek, ugye? De a múltkor a virágbódból kiszaradt egy kis hölgy, és azt mondta, hogy bocsánson meg, kérdeztetek valamit, ismerte ezt a nőt? És megmutatta anyukám fiatalkori képét. Hát azt hittem elsírom, annyira meglepett, az apukámat tanította. Elmondom neked, mindannyian rettegtünk tőle. Volt, aki nem, volt, aki nem húzta fel nekem a falat, mert annyira utálta anyukámat, nem szerette, azt mondta, olyan szigorú volt, hogy szörnyű, és volt, aki meg iszonyúan szerette. De hát akkor már a Bánsági Ildikó, amikor engem Natasa néni tanított, akkor már a Bánsági Ildikó volt. Valami őrült büszke volt rá. Tudom. Gyűjtögette a képeimet, de tulajdonképpen ennek ez onnan származik, hogy én nem tudtam, hogy ő is színésznő akart lenni. És amikor én úgy döntöttem egy éjszaka, hogy reggel én beadom, mert én mégiscsak színésznő akarok, vagyis hogy egyáltalán színésznő akarok lenni, úgy felmerült az agyamba, akkor anyukám azt mondta, hogy jó. És ezen nagyon meglepődtem, hogy egy orosz tanárnő anyám a Kaukázusból, és ő azt mondja, hogy legyek színésznő, miközben soha nem beszéltünk erről, de tényleg. Veled is szigorú volt egyébként? Volt. Volt. Volt szigorú is, és nagyon nehéz, mert én mostanában fejtem meg. Igen, ez nagyon érdekes, hogy soha nem voltunk mi olyan puszi barátnős viszonyba. És mondta is, hogy ő nem tudja annyira kimutatni, pedig a szláv lelke, ugye hát ott volt az ő szláv lelke, ami átjött mindenem persze, de mondjuk nem ilyen puszizósba, vagy nem tudom micsodába. És hogy már elment, az nagyon érdekes, hogy bizonyos mozdulatokban, bizonyos hangulatokban egyszer csak beugrik egy pillanat. Hogy ment el a kis medence mellett, hogy miért megsimizte, és én arra gondoltam, hogy most miért kell arra menni, hát még elesik, vagy még kicsit a mérges is voltam, vagy hogy miért kell. És eszembe jutott, hogy hát csak úgy ő arra gondolt, hogy milyen jó volt, amikor az ő unokájával a pici medencébe ketten, pezsgővel ő a kezébe, ott ültek, és együtt volt a család. Szóval, hogy
egy csomó-csomó dolog úgy most világossá vált. Te beszélsz oroszul egyébként? Nyimnoske. Nem tudok, ő nem beszélt velem oroszul. Nem. Az iskolában nem szóltak hozzám oroszul, soha nem kérdeztek, nem kellett dolgozatot írnom. Mint később kiderült azért, mert azt hitték, hogy én von Hausaus tudok. Igen. Oroszul, a családom beszélt németül, azok Bayer, Luisa, meg osztrák származások, mindenki minden nyelven beszélt velem, senki nem beszélt, csak magyar. Hogy ismerkedtek meg a szüleid? Hogy lobbantak szerelemre? Hát ezt most figyelj, nem fogom neked elmesélni, mert körülbelül 5000-szer elmeséltem az életemben, de... Én el tudom mondani, mert én ezt egyszer megkérdeztem Natasa nénit, hogy megúsztam az orosz órát. Akkor lehet, hogy te tudod az igazit. Nekem annyit mesélt, hogy az apukád, aki tengerész volt egyébként. Akkor még volt nem, de utána. Ő hadifogságban volt, és a hadifogoly táborba Natasa néni akkor még nem orosz tanított, hanem ápolónő volt. De hát az apukám nem volt hadifogoly. De pedig nekem ezt meg. De hát ez az, hogy soha nem fogom megtudni az igazat. Hát de most ő mondta, hogy mit csinálja. Hát nekem is ő mesélte az összes variációt, mert az apukám kiment a frontra. Beteg lett, kapott valami bőrbetegséget, és bekerült a kórházba. Az anyukám az fogoly volt, mert őt a németek vitték a Kaukázusba egészen Ausztriáig. Tehát én ezt az egészet úgy olvastam az újságban, hogy hadifogoly volt az apuka. Nem volt hadifogoly. Háború végén jutott ki. De várjál, nekem ezt Natasa néni mesélte. Hát lehet, hogy nem tudta jól a magyar nyelvet, hiszen picit... Pont így beszél. Tudom. Pont a szláv származásnak, a kaukázusi vonalnak, egyébként milyen jelei voltak az édesanyád életében, és egyébként te éreztél-e valaha magadon valamit abból a vérből? Én abszolút. Igen? De hogy honnan, és nem, sose értettem, hogyha valamit csecsenyek, hát csecsenek azok így, meg úgy, meg minden volt, valami harc volt valahol, és nekem megszakadt a szívem. És mondom, miért van ez? Hát hogy jövök én ahhoz? Hát nem, meg itt volt anyukám húga, és amikor ő ment vissza, de én futottam a vonat után, és integettem, és megszakadt a szívem, hogy vége, nem fogom őket többet látni, és hogy nem tudom, ez a szláv, ez a szérce, ez valahogy ez nagyon, nagyon bennem van, és főleg, mikor állapotos lettem a gyerekeim, akkor rögtön ez előtt, és mondom, jaj, most akkor végig én mindig sírni fogok, és nem tudom, szóval nagyon... Na, ez a színésztől jön a színészi pályán, bizony. Hát nem, igen, sokat, szóval kell vele bánni, mert nagyon sok tud lenni. Hát, a környezetünknek is, vagy önmagunknak? Hát én azt gondolom, hogy a környezetemnek, mert én belőlem ez úgy jön, de hát nem mindig kell ez, de én bennem ez él. Tehát, szóval visszatérve, hogy ez az, hogy Csehov, hogy egyáltalán, hogy meghallok egy orosz dalt, hát ezek rám hatnak. A véredben van. És valahogy ott van, igen. És ezt úgy kaptam. De most egyébként, hát ti ezt nem tudhatjátok, meg hát a nézők se, de ugye amit gyerekként az ember tapasztal, az nagyon benne marad. És Natasa néni az egy nagyon meghatározó tanár volt sok éven keresztül az én gyerekkoromban. És most, ahogy elkezdted mutatni... Hogy beszélt. Ja, a hideg futkározott a hátamon, tehát őt láttuk. Igen. Tökéletes. Na, menjünk tovább. Melyik szín? Sárga. Ilyen gyönyörem is van senki. Nem tudom, mert ne legyen rögtön a piros. Ja, persze, mert azt így lehet mondani, piros. Ildikó, mi az igazság? Képes vagy objektíven tekinteni a gyermekeid művészi karrierjére? Megpróbálom, illetve szerintem igen. A válaszom, ha egy szó, akkor igen, de ez nagyon nehéz, mert főleg a lányom esetében, mert mi megbeszéltük, hogy soha nem fogunk hazudni, és hogyha valami nem stimmel, akkor azt mi meg fogjuk mondani egymásnak. Ugye már a lányod is ismert. Gáspár Kata, igen, mert a Péter Fiboriba dobol az édes kisfiam, a Gergely, de őt nehezebben tudom meghatározni, mint dobost, mint zenészt, de azért meg tudom, csak nehezebb, mint a lányomat, aki színésznő.
És amikor az első filmjét néztem az Apám beájulna át, akkor reszkedtem. Ültem a nézőtére, mert mondta a lányom, hogy anya, nézd meg, és akkor ültem mellette, hogy mi lesz, ha nem tetszik. Ez valami iszonyú félelem. Hiszen köt az ígéret. Hát, de nem csak az magamban is, hát én nem tudom letagadni. És akkor, és emlékszem, hogy egyszer csak láttam, hogy ez remek, hogy ez jó. És akkor... Hát, kő leesett. Hát egy nagyon nagy kő, és utána nem tudtam megszólalni, és a lányom félreértette, azt hitte, hogy most még egy szót se szólok, hogy ennyire igen, nem tett, ennyire vagy valami. És én még nem tudtam, mert a zokogás itt volt És akkor mondtam neki, hogy mennyire tetszett, és de most az egyik, aztán akkor volt a kötéllel a Niagara felett, és úgy jött szembe velem, premiéren ott ültem, és láttam az arcocskáját, és a könnyeit, ahogy folynak, és mondja, és azt mondtam, hogy mindenért érdemes volt. Szóval, hogy igen, ez megvan, ez kész, ez megvan. És a 200 első randiban meg a humorát, az összes epizódot láttam, olyan humora van. Az már egy később, olyan, igen. De, úgy de amikor jön. Mondjuk így láttad, ahogy most nagyon szépen elmesélted, hogy jött a színpadon, igen. És jött fel, olyankor te amúgy a lányod arcát látod, vagy sikerül neki elérnie azt, hogy a, hát nem, a szerepben én a szerep, ez egy öntudat hasadásos állapot, ezt nem tudom, mert egyrészt a vita a darab, másrészt pedig egyszerűen így elolvadt a szívem, és tudtam, hogy a helyén van a lányom. Szóval ez, hogy ezt hogy lehet majd kibányászni, hogy ki veszi észre, hogy fogja továbbvinni, ezt nem tudom, de hogy ez neki megvan, az remek. Ugyanígy voltam Kaposváron, néztem a Kész című musicalt, ahol a fiam volt a Kapellmeister, nem mindegy, ezt nem szabad mondani semmit se, de meg vagyok mindig tiltva, hogy beszél. Mindegy. De ő volt az első tagjel, és ő volt az utolsó. És jöttem haza, és vettem, Hocsival még éjjel hazajöttem, és vettem kávét, és vettem szendvicset, hallgattam a zenét, folytak a könnyeim, közben nevettem, hogy rendben van. Szóval ez nagyon nagy érzés. Nem volt hiába semmi. Helyén van. Igen. Egyébként a művészi vénát, hát azt ők két helyről is örökölhették, hát, hisz az persze. Apukájuk, Gáspár Sándor, az szintén egy neves színművész. Akartátok, hogy művészek legyenek? Egyáltalán. De nem úgy érzi, hogy nem. Bocsánat, nem, ezt nem mondom. Nem segítettük a pályán őket soha, egy pillanatig se, nem is tudták, hogy próbafelvételen a lányunk van ott. Nem tudták, csak az utolsó 5 név volt, csak akkor hirtelen valakinek eszébe jutott, hogy Gáspár. Te nem, de akkor már benn volt az első 5-be. De soha nem segítettük, de nem is beszéltük volna le. Én legalábbis most magamról beszélek, ami neki jó, én úgy gondoltam. És mindig jött be a színházba, szeretett a színházba, meg volt fertőzve, de volt egy kis kapu, állatokat nagyon szereti. És abban reménykedtem, hogy állatorvos lesz, és az milyen jó lesz majd. De... Kétetted a mesterségtől? Nem, akkor még nem tudtam, és nem tudtam volna mit mondani, mert annyira megváltozott a világ. Most biztos, hogy próbálnám lebeszélni, de most se tehetném meg. De most miért beszélni? Mert annyira nem látom az utakat. Tehát az én szemszögemből már nem tudom meghatározni, hogy mi az, ami követhető, merre kell indulni, mi az a mélység, ami felé menni kell. Ott kell lehagyni egy színházat, le kell menni a pincébe, ott elkezdeni valamit csinálni, és ki kell, milyen partnerekkel, milyen rendezővel, ki az a rendező, ki az a filmrendező, ki az, hogy... De közös... a talpra esett lány, hát hogy tudja. Az rendben van, de az teljesen az független. Ez független, hogy ki hívja. Hát nem kell majrézni, mert hogy ki hívja. Itt ez a kérdés mindig, hogy mibe kerülsz bele? Kell lesz-e? Melyik csatornának kell lesz? Más a közönség? Most nem tudom, más volt a kívánalom. Én nem tudom, én 3 éves koromtól kezdve elkezdtem forgatni madárkák, mit tudom, micsoda. És a filmekben is én már ebben a koromban, mint Kati, én már Shakespeare
Csekket, Csehov, én mindent játszott, Csehovokat sajnos nem, de mindegy, de Mulértő, és mindent játszottam. József Attilába, musicalt, zené, mindenféléket csináltam. Akkor el volt, 6 forgatókönyv volt mindig mellettem. Ha nem volt 6, akkor már el voltam keseredve. A rendszerváltásig... Már nem kellek. Igen, a rendszerváltásig legalább 6 forgatókönyv volt mindig ott. És jött a rendszerváltás, otthon voltam Katival, és... egy forgatókönyv jött, amit nem tudtam elvállalni, mert még ugye még akkor született a lányom, és utána mondom, mi van most, akkor hirtelen én rossz lettem, vagy mi történt? És kiderült, hogy vége. Hát a tévéfilmeknek minden úgy, ahogy volt, ez mind megszűnt. És mi azon nőttünk fel, úgy értünk be, vagy nem tudom, és mehettünk forgatni külföldi filmekbe is, de itt volt a Szabó, a Fehér, na hát mit mondjak, Mészáros. És ezt hogy sikerült helyre tenni aztán magadban? Mit? Hát azt, hogy ennek a korszaknak vége, és hogy ja, akkor most mi alapján ítélik meg azt, hogy én kellek, vagy nem kellek, jó vagyok. Figyelj, hát ezt nem tudom. Én azt a mai napig nem tudom, hogy kezeljem, csak akkor voltak ilyen állomások, ami színházi dolog, és akkor azért ugye az átsegített sok-sok mindenen. Meg azért forgattunk is. Mindig, amikor szabadúszó lettem, akkor mindig nehezebb volt, mert ott hagytam akkor a Víg Színházat, meg szóval voltak ilyenek, ugye most a Nemzeti Színházat szakítottam, megjött a Covid, és akkor már nem tudod magad oda helyezni, mert nem tudod, hogy igazából hol van rád, vagy van-e rád komolyan szükség, mert akármilyenre meg úgy nem szívesen mész. Te nem szigorú tudom. Anyuka voltál egyébként, amíg irányítottad a gyerekeket? Nem. Szerintem nem. Nem, inkább következetlen, szerintem. Következetlen, igen. Úgy elhatároztam, hogy most akkor tanítok is egy kicsit, mert az anyu az mindig mondta, hogy ki kell kérdezni a leckét, meg mit tudom, hogy micsoda, minden. De ezt nem, ezt úgy mondta, hogy ő mondta. Nem tudom, most elmondani nem tudom neked, hát olyan bolond vagy. Ez ő mondta, mondta, hülye vagy. De amikor először mondani, hogy hülye, akkor kaptunk egy pofont. És nem értettük, hogy mi van. Így nem beszél. Következetlenség. Ugye? Na hát akkor volt, hogy honnan örököljön. Ugye? Hülye vagy. Majd meglátod. Nekem lesz igazam. És akkor valahogy úgy érzem, hogy ő volt a legerősebb, egy nagyon domináns asszonyról beszélünk. Már nem csak Laci igen. anekdotái miatt, de édesapád hol volt ebben a történetben? A tengeren. Nem véletlenül hajózott ki? Nem, így van, szegény drága apám. Persze. Nem, persze, tudom, hát nem akartok ti rosszat nekem, de hogy, hát ő pincér volt. A Vörösmarty téren volt, és a Flórisba, és hát szóval sokat küzdött ő itt, és akkor úgy érezte, hogy a családnak kéne egyet lépni, hogy legyen pénz, és akkor mondták, hogy jöjjön a Duna-tenger hajózásra, és akkor ő inkább a tengeri vonalat választotta, nem a Dunát, és de akkor még havonta hazajött. És úgy emlékszem, hogy nagyon fájt nekünk, anya is sírt meg, szóval olyan nagyon rossz volt, de azt mondta, hogy akkor most egy kicsit ő pénzt fog keresni. Elmegy egy pár évre, és tényleg jött és hozott narancsot, meg minden mogyorót, meg mindent, biztos, persze, pénzt is, meg mazsolát, meg mit tudom, egy gyerek. Akkor nagy dolgok voltak. Nagyon én. Nagy dolgok voltak ezek, igen. És akkor aztán később elment ilyen nagy tengerjáró, óceánjáróra is, mert gondolta, mert a bátyja az Ausztráliáig disszidált. És hogy hát, ha valameddig, hát, ha összetalálkoznak, vagy hát én nekem így mesélték. És akkor nagyon sokáig nem jött. Akkor anyu ment ki 3 hónapra hozzá, én is voltam kint Beirut, Libanonba, Latakia, Alexandria, szóval én is voltam egy úton vele, és nagyon közel volt az apu hozzám. Szóval én úgy éreztem mindig, hogy ő, és lehet, hogy a távolság miatt, hogy nagyon ritkán találkoztam vele, mindig apu, anyom mindig mondta, hogy mi apád, mindig apád, persze őt szeretsz jobban, apád, de neki ez nagyon úgy érezte. És olyan érdekes, hogy pedig apuval nem tudtunk sokat beszélgetni, mert hiszen 27 évig a tengeren volt. Hát akkor most akkor azért olyan nagyon nem alakult ez ki. De most, hogy már egyikük sem él, mindegyik 90 fölött ment el, anyukám 97 éves volt, most érdekes módon, hogy az anyu jött be. Ez nagyon furcsa.
Hogy mindig, hogy az apu az apu, az apu az apu, és egyszer csak, mint egy ilyen bomba a lelkemben, te figyelj, anya, figyelj, na megint anyám. Szóval, hogy úgy anya volt az erősebb, ahogy ezt így mondott, hogy valamiért. Apám egy szőke, halkszavú volt. Ő egy másik volt, az anyu meg ez a... Annyi tűz volt benne, hát ezért rettegtünk tőle. Hát ott a leesett valami, akkor szóval már igen. Mert ezt is örököltem tőle végül is, és nagyon sokat kell küzdenem, és küzdenem kellett, hogy én javuljak egy kicsit, én ne legyek, hát igen, hogy ne legyek ennyire fegyelmezhetetlen. Hát ő 22 évesen itt volt, nem volt itt apja, anyja, senki. Apukám meg csak szerelmes volt belé. Hát most, ugye? És gondoltam, és akkor ő hirtelen haragú volt. Megharagudott, akkor 3 napig nem állt szóba senkivel, és ezzel nagyon sokat változtattam, hogy én már csak egy óráig. De már a gyerekeim tudják, hogy jaj, anyám, ha már így fölnéz, akkor már... És küzdök a szláv lelkem ellen, már ezen a téren. Na, lássuk az utolsó. Maradt a piros, és benne az én témaköröm, ami így szól. Fekete. Mi? Nem. Hát, mi az igazság? Milyen a viszonyod az elmúláshoz? Rettenetes. Rettenetes? Rettenetes. Foglalkoztat? Hát hogyne. Nagyon sokat? 7-8 éves korom óta. Tényleg? Igen. Korai. Emlékszem, amikor megtudtam, hogy meg lehet hallani, hogy van ilyen. És akkor emlékszem, hogy a éjszaka nem aludtam sokáig, mert hallgattam, hogy anyu vesz-e levegőt. Annyira... Az úgy egész életemet így átlengte. Aztán persze voltak időszakok, amikor az ember ezzel nem foglalkozik, mert 30-40-50, 60 után, és aztán később már nem beszélek róla, akkor úgy érzi, hogy akkor most itt van az a pillanat. Pedig hát mondták sokan, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, mert van az a halálgén, ami majd bejön, és az majd elrendezi a dolgokat. De ez nekem nem tetszik. Szóval rendben van, meg kell halni, de én nem jó van. Szóval ezt úgy gondoltam, értem, hogy hát, hogyha valahogy... Nem, a többiek se, de hogy hát, hogyha nem. És ezért úgy foglalkoztat is ez a dolog, hogy olyan jó lenne úgy valami szállat találni. De gondolom, mindenkit foglalkoztat. Várjál. Ilyen intenzíven azért nem. Nem? Ahogy szerintem ez periódikus. Azért 60 fölött már eszébe jut az embernek. Pláne kis. Furcsa módon, pedig semmilyen szempontból nem érzem a 62 évemet, de 60 fölött már úgy elkezdesz kikacsítani. Már kevesebb van. Az a baj benne, hogy kevesebb. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nem baj. Majd tegnap ledőltem egy kicsit délután, és ment a tévé, már nem tudom, valaki, és oroszul beszéltek. Nem tudom, mi volt. Valaki oroszul, jött egy orosz dal. Erre egy kicsit így felébredtem, hogy valami. És egy fiatal nő volt, egy ilyen 5 év körüli gyerekkel, és mondta, hogy na, majd ő, nem tudom, mi a Kostya, vagy nem tudom, hogy hívták, hogy most akkor majd, most itt vagyok Olaszországban, és most olaszul tanul, hogy elmegyünk Angliába, és akkor Angliába tanul, és akkor majd elmegyünk Franciaországba, és annyi tervem van még, és ez úgy megfogott, mert én is akartam venni egy buszt, de hát nem tudtam ezt megszervezni, bérelni szerettem volna egy buszt, és a 2 gyereket, meg a 3 kutyát, és elindulni, és a Loire menti kastélyokig eljutni végig, ez hogy volt bennem ilyen tele volt, de most úgy érzem, hogy most ilyet nem lehet már megtervezni. Miért nem? Mit tudom én, mert biztos, hogy az ember, amiket hallok, hogy akkor ez lesz a bajod, az lesz a bajod, nem vagy olyan gyors, nem vagy olyan, nem tudom. Na, de ott a 2 gyerek. Egy 30 és két nagyon-nagyon fiatalos, egy szuperdobos. Engem kísérgessen a gyerek. A gyerek azért van, hogy én kísérgessem. Hát igen, mert a lányom az lett az anyám egyébként. Ő az anyám. Tényleg? Igen, mert ő a pengébb. Ő pengébb, ő az okosabb. Én mindig a hülye szőke voltam, no, nem voltam az, én tudom, de hagytam, jó van, persze, nem jobb ére, az, én vagyok a szőke. Igen, de a lányom nem. Anya, ezt nem oda, akkor figyelj, majd megoldom, mi nem csináljuk meg? Csináljuk meg? Szóval, na jó van. Anya, nem így gondolom. Jó, hogy gondolod? Mindent meg tudunk beszélgetni, de ő az élesebb.
a pengém, lett anyámtól. Sokat vagytok együtt? Hát amennyit, sokat. Hát voltunk, nyaralni mentünk együtt, de úgyhogy akkor vittem a fiamat is, az ő kedvesét. De manapság úgy. Manapság. Sokat vagyunk úgy együtt, hogyha nem forgat. Most nyáron forgatott, nagyon keveset voltunk együtt, csak 3 napra mentünk el nyaralni, szoktunk együtt nyaralni menni, meg van 2 kutyája, és kijönnek Pomázra. Te egyedül élsz manapság. Igen. És eldobáltam a szalmákat étett Pomázon, hogy a ló majd, a fehér lótod majd. Ez a 10 évvel ezelőtt oda, de egyszer jött egy csokornya kis pali, hogy jött. És mi volt vele a gond? Hát ott állt egész nap, bedobálta a kólásdobozokat, mert ugye hát nem akart szemetelni, és mondta, hogy van még hely. Hogy érti? Hát elővett egy újságot, hogy én nyilatkoztam, hogy hát én társra vágyom, és hát ő jött. Imádom. Ja, ide jó. De hát... Nem pont őre gondoltam. De ezért várjál, úgyhogy nem nagyon merek ezekről nem beszélni. Hát mondtam, egy idő után már nem kell kérdezni, mert jön valaki is, egy kedves úr. És amilyen érzékeny vagy, nem akartad megbántani, de azért kiadtad az útját. Hát megkértem szépen, azt mondja, hogy csak olyan hova menjen. Ugye itt átjött ezen a hídon, és jött valahonnan, gondolom, a hév. Az irányába. Igen. Viszont, ahogy olvastam, édesanyádat meg édesapádat az ablak elé temetted. Igen. És akkor ez jelenti azt, hogy egyfajta közösséget alkotsz velük? Ezt nem tudom. Sokszor elgondolkodom, hogy jól tettem-e például. Igen, jól tetted? Nem tudom, mert akkoriban úgy éreztem, hogy én nem fogunk kimenni a köztemetőbe valahova, és akkor majd egy évbe egyszer, hanem akkor mégis mi lenne, a szomszédban volt egy ilyen eset, és ott égett egy mécses halottak napján, és akkor megkérdeztem, hogy olyan szép az és mondták, hogy ott meghalt egy gyermek, halt meg, és hogy ők oda. És akkor ez így hirtelen felötlött bennem, hogy mi lenne, hogyha én is oda. Hát az anyu az berzenkedett, mert apu halt meg előbb, szegény, és akkor mondta, hogy én nem fogok itt feküdni, nem fogok. Hát ez nagyon szép történet volt, hogy engem a Dunába, mondta a lányommal, megbeszélt, hogy szeretne a Dunába, és akkor majd ő elúszik a fekete tengerig, majd egyszer csak eljut. Tehát volt benne ilyen honvágy dolog, amiről ő soha-soha nem mesélt semmit. És akkor hát úgy terveztük, hogy akkor egy kis rész hamvat, azt úgy csináltattuk meg, hogy ellessen a szórni. Dunába. Igen. Nem szórni, hanem úgy, olyan, mint egy levélke, csak hát egy kicsit itt a közelben nem egészen úgy csinálták, hogy mi szerettük volna, mert mint kiderült, hogy sites zsákba rakták, ami soha nem tudott volna kinyílni még 50 év múlva se, és ezt úgy jöttünk rá, hogy volt egy kis mise, akkor éppen a Covid volt, tehát minden, elég bonyolult volt ez a dolog, és hát mondom, legyen már, hát nem görög katolikus, de hát mégis valahogy legyen, és akkor a fiam hozta a zenéket, és akkor ott megszólalt az Ócsin Csornája, Ócsin Krásznája. Ezt abbahagytam, mert ez mindig a fene egye meg. És akkor onnan indultunk haza. De nem haza, hanem a Dunapartra. És akkor, és esett, olyan esős idő volt, és bokáig sár, és minden, és találtunk egy helyet, nem tudtuk, hogy úgy kéne ezt csinálni, hogy a hídról, ugye, hanem a partról. És akkor ott volt egy fa, ami úgy bedőlt a víz fölé, kapaszkodtunk mind a mesébe, kihúzzák a répát. Egyikünk fogta a másikat, a Kati volt persze legfelül, és akkor ő bedobta, és utána a rózsákat, és mentünk haza a többivel, és akkor otthon volt a ceremónia, és akkor telefonál a testvérem másnap, hogy te még mindig ott van a csomag, és másnap megint telefonál, te figyelj, még mindig ott van, na, Kati, menjünk oda, oda mentünk, kihúztuk a partra, nem volt nálunk kés, se olló, ziherejztűvel, téptük fel, és Kati mondta, hogy nagy, ide csinált, mert ugye fújt a szél, de nagyon, nagyon szeretetteljes, gyönyörű, és mégis groteszk helyzet volt. Én ültem a kocsiba így, a lányom küzdködött az elemekkel, és így tudta
akkor ezt ő megoldani. Úgyhogy anyu, lehet, hogy már eljutott a fekete tengerig. Biztos is. Igen. Biztos. Na nézzük a te igazságot. Hát ez borzasztó, soha többet nem éneklemezd el. Mert ez mind, nem tudom, azt hittem, hogy már ezen túl vagyok, rég. Ildikó, én is azt hittem, apukám nem volt tengerész, de ennyit kért, hogy a folyóba szórjuk a hamvait, hogy eljuthasson a fekete tengerig, és ezt most te elmesélted. Pedig a papa nem volt tengerész. És mindig bármerre utazom, ott van a vízben, hiszen így élem meg, hogy akkor kicsit mindig velem lehet. Hát ilyen. Laci? Ez egy kérdés, a te igazságod. Meddig kell ezt a pályát csinálni? Jaj, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez mióta foglalkoztat? Hát amióta így jött a Covid, meg eljöttem a színházból, és kevesebb lett a, tehát ez a hal. Igen. Aha. Szóval, hogy van-e úgy az emberre szükség, hogy tényleg valami olyat csináljon, amilyet még nem csinált. Mert ez a legfontosabb. Van még olyan? Hát úgy nem tudok mondani, tehát szerepet nem tudnék. Nem szerepet, igen, hanem hogy érzed, hogy van még olyan, lenne, amit szeretnél mutatni? Hát figyelj, mindig azt hiszem, hogy nincs, és hogyha véletlenül elmegyek valahova dolgozni, akkor egyszer csak valami kinyílik bennem, és akkor rengeteg tapasztalat, rengeteg minden, ami azóta elgondolkodtatott, és a pályáról való gondolkodásom, egy szituáció megoldásáról való gondolkodásom, hogy kéne, hogy mind kéne, hogy borzasztó sok kérdőjel van, mert nem is gondolom, hogyha olyasmi lenne, de most már aztán attól is kell tartani, hogy az ember, ha ritkán szerepel, akkor jön egy félsz. És mindig is volt félsz, tehát az mindig van. Igen? Hát hogyne, hát mindig rettegtünk. Hát legalábbis egy bizonyos fajtája a színészeknek retteg. Nem tudom, ki kell menni, és akkor már minden van, de hogy mi van, ha elfelejted? És ez nem most, hanem hát emlékszem, hogy voltam talán 20 évesen, amikor elment a szöveg például. De hát azért, mert az nem az én szövegem volt, csak mondták, hogy mondjam be. Persze, bemondom, persze. És emlékszem, hogy nézem a reflektor, jönnek a porszemek, és semmi. Senki nem segít. És mi van olyankor? De ez azért baj, mert nem tanították meg. Uh-huh. Mert lovagolni is úgy kell megtanulni. Nem tanítják meg az ember. Először tanítsák meg leesni. És hogyha már tud esni, akkor menjünk vágtába. Mert ez csak így, hogy ugye elmegyünk, hát ugyanígy van. Az, hogy elmegy a szöveg, hát ilyen van, és mindenkinél, és minden generáció. De van ez a tudat, hogy aki elmúlt ennyi meg ennyi, ott már aztán gáz van. És ezt úgy szépen lassan belénk is nevelik. Nagyon szép lassan. És ebből ki kell kecmeregni. Tehát mondjuk, ezt csak úgy mondtam, hogy ilyen is van ezen a pályán, hogy egy idő után, de hogy meddig. Egyszer mindig azt mondtam, majd 75 éves koromban abba hagyom, de látom, hogy a többiek még dolgoznak, látom Márton Andris is, Molnár Piros, szóval látom őket dolgozni. Hát nem lehet meghatározni, csak gondolkodni kell rajta mélyen, hogy ha úgy adódik, mi az, ami... Szóval, amit az ember csinálhat, hogy az életnek a másik oldalát, hogy azokat hogy lehetne magamévá tenni. Mert állandóan ez a készülés, értem, ez a... Értem. Most idejövök, most este megyek az Operett Színházba, nem ment 2 évig ez az előadás. Most elővesszük. Most a fejemben van a ti-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 
és megy a zene, megy a próza, a nine. Azért a te esetedben, és ezt engedd meg, hogy a néző mondja. A szobornak nem kell feltenni ezt a kérdést. A szobornak elég, ha ott áll. De én nem akarok szobor lenni, te. Figyelj, ez egy furcsa... De akarsz, nem akarsz. Tudom. Figyelj, ez úgy van, hogy szerintem mind a hármunk tud mondani egy olyan pillanatot, filmet, előadást, bármit, ami miatt számomra te azért vagy szobor, mert a csókanyú. Igen. Pont. Imádj. És az nem szeretem. És nekem azóta te szobor vagy, és az is maradsz. Nem úgy értettem, csak nagyon nehéz, mert hogyha elmész dolgozni bárhová, meghívnak, és akkor rögtön jön ez a tisztelet a szobor felé, tehát úgy értve, hogy egy tisztelet, és nem meri azt mondani, hogy te ez nem jó, figyelj meg ide. Szóval nem tudunk úgy beszélni, hogy kell beszélni. Franszoga, értelek. Jó, értem. Nekem nem egy ilyen hófehér, lecsiszatolt,
merev szobor vagy, aki néz így. Nem, nem is így gondoltam. Hanem tudom, hogy mit akarsz mondani. Szobor. Én tudom, igen, hogy mit akarsz. Amikor Vígszínházból eljöttem például, akkor ez úgy fogalmaztam meg, hogy nem akartam szobor lenni például. Mert a Vígszínházban nagyon sokat játszottam, és a kedvenc színházam, és még meghalok addig is, mindig az lesz. De ki kellett próbálnom magam, mert én nagyon sok királynőt, meg mindent játszottam ott, de én nekem kellett, hogy a Svajda csodáját játszam a József Attilába, vagy Monika Vitti Music, ez kellett egy csomó más dolog, hogy nem, most itt állok egy talapzaton, és kapom, és akkor meghalt szegény Éva, Rutka Éva, és jöttek volna ezek a veretes. És nem, és én Kaposváron szerettem volna kipróbálni magam, és egyáltalán én szerettem a groteszket, az Aldo Nikolájt, meg ezeket szerettem csinálni. Tévében akkoriban rengeteg lehetőségünk volt. Színházban is. A kedvenc szerepem a Tizedes és a Többiek volt a Vígszínházban az utolsó 4 évben, ahol én voltam az orosz, ugye, aki a Svájcban volt, és kiderült, hogy nő. Ezt akkor a horvai átírta nővé, és oroszul küldtem Oroszországba, hogy küldjenek nekem operett részleteket, hogy amikor operálnak, akkor ne sikoltsak, hanem én úgy vágják föl a hasamat. És ott jöttek rá az operálók, hogy ez egy nő. De szóval, hogy ezek izgattak engem, ezek a dolgok. Tehát, ugye, hogy nem, igen. Egy szerepármény Ildikóra számomra. A kisbuszt megvásároló, és 2 gyerekét, Gergőt, barátnőstől, Katát, idő, Loár mentére igyekvő kisbuszos Bánság Ildikó. Nem? Én jó, de... Figyelj, én válaszolok a kérdésedre, meddig kell ezt a pályát csinálni. Szerintem addig, amíg a térdemet csapkodva röhögök, mert látlak magam előtt a műtőasztalon, ahol orosz áriát énekelsz, miközben vágják fel a hasad. Ez a mitaníthatatlan. De jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert a pályádon. Igen, szépen. Köszönöm szépen. Csókanyúk, sziasztok! 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.